Az egyik legérdekesebb dolog, ami a legjobban meglepett a pszichológia szakon, az volt, hogy mennyire más érzéseket váltanak ki belőlem mondjuk egy pszichológiai témájú előadáson, mint mondjuk egy motivációs előadáson. Ugye a motivációs előadásokon általában az a kimenetele mindennek, amit meghallgatok, hogy jobban érzem magam, jobb kedvem lesz, pozitívabban állok a világhoz, pozitívan állok az emberekhez, és még nagyobb a hitem a világ jóságában, és így tovább, és így tovább. Ezzel szemben egy pszichológiai témai előadáson nem az a cél, hogy én jól érezzem magam, hanem az, hogy hosszú távon nekem jó legyen. Érdekes volt, amikor először voltam pszichológusnál felnőttként, hogy olyan volt az egész, mintha az ellenkezője lenne annak, amit egy motivációs előadáson meghallgatok, hogy történik velem. Mert egy motivációs előadás vagy úgy néz ki, hogy amikor elmegyek és meghallgatom, akkor ilyen wow, nagyon jó kedvem van, biztos veled is volt már ilyen. Aztán eltérik egy kis idő, és így lehalad. Tehát így egyszerűen így rossz kedvem lesz, és hosszú távon lehet, hogy még rosszabb lesz a hangulatom, mint korábban volt. Nem biztos, de lehetséges. Ezzel szemben egy pszichológussal való találkozáson nekem az volt a tapasztalatom, hogy amikor találkoztunk és beszélgettünk, akkor valahogy így éreztem magam, tehát alapvetően a hangulatom az rosszabb lett, mint előtte volt, de hosszú távon nagyon-nagyon pozitív lett. Tehát sokkal magasabbra érkeztem, fokozatosan lassan egy pszichológusi segítséggel, mint mondjuk egy motivációs segítséggel. És ami érdekes volt a pszichológia szakon, hogy az egyetemen, nyilván az nem terápia, ami az egyetemen történik, hanem az egy oktatás, hogy nem minden információ, nem minden tanítás jó érzést vált ki belőled. Tehát sok olyan tanítás van, mondjuk ijesztő vagy szomorú, mert mondjuk így működik. Tehát ki az, aki szereti azt hallani, hogy az életében mondjuk ekkor és ekkor és ekkor és ekkor milyen krízisek lesznek, vagy az ő párkapcsolatában ekkor és ekkor és ekkor milyen krízisek lesznek. Mert ezeket megtanítják, ezekről beszélünk. És az ember lehet, hogy azt gondolja fiatalon és naivan, hogy wow, megtalálom életem partnerét, és majd minden szuper lesz, hogy wow, oké, most ezt a krízis legyőzöm, és utána milyen szuper lesz. Lehet, hogy tényleg ez az elvárásod, ez az élményed, de hogyha mondjuk meghallgatsz egy előadást, ami tényleg mondjuk a valóságról szól, akkor ők azt fogják neked mondani, hogy igen, most ezen a krízisen mész keresztül, 5 év múlva egy másik krízisen fogsz keresztül menni, 5 év múlva ezen a krízisen fogsz keresztül menni, ami minden egyes ember keresztül megy. És ez egy eléggé kellemetlen információ lehet elsőre, de amikor ott vagy, akkor legalább tudod, hogy mi történik. Szóval az összefoglaló kulcs mindebből, hogy az igazi tudás az nem mindig jó érzéssel tölt el téged. Ettől függetlenül eldöntheted, hogy te szeretnél-e tanulni, szeretnél-e még mélyebbre belemenni egy adott tanításba, szeretnél-e még mélyebben megismerni az igazságot és az embereket, vagy sem. A következő videót az nem külön fogom most felvenni, hanem ehhez szeretném hozzácsatolni. Volt egy érdekes felismerésem, amikor a pszichológia szakon az egyik órán ültem. Egy adott tulajdonság az nem biztos, hogy jó vagy rossz. Mondok egy példát. A korábbi videóban beszéltünk már arról, hogy ha mondjuk valaki mondjuk bizonytalan, akkor az lehet erőforrás is, de lehet mondjuk egy hiányosság is. De hogyha mondjuk olyanokról beszélünk, hogy van egy valaki kompenzál, vagy mondjuk valaki szorong, vagy valaki mondjuk magas kockázatvállalási hajlandósággal bír, vagy valaki mondjuk nagyon magas energiaszinttel bír, vagy nagyon magas az önértékelése, akkor ezek mind-mind lehetnek jók is, és mind-mind lehetnek olyanok is, amik mondjuk nem illeszkednek az adott helyzetben. És a pszichológia nem azt vizsgálja, hogy úristen, hogyha te szorongasz, akkor te rossz vagy, mint ahogy mondjuk egyes tanítóknál ezt lehet látni, vagy így közvetetten kiolvasni a marketingből, hogyha tegyük fel, te nem mersz megszólítani egy lányt, vagy feljön benned egy szorongása, amikor meglátsz egy vonzó lányt, akkor valami nagy gáz van veled, és gyere a tréningemre, és majd én meggyógyítalak téged. Mert hogy vannak ilyenek is, és ezek pedig olyan üzeneteket ültetnek az emberek fejében, amik mondjuk nem, amik szerintem nem hitelesek, vagy nem segítenek, hanem csak az ő bizniszét mondjuk támogatják, de hogy az embernek az érzelmi egészségére nem biztos, hogy pozitívan hat. A lényeg, hogy ezek egészséges dolgok, hogyha megfelelő helyzetben, megfelelő időben jönnek fel. Tehát lehetséges, hogy mondjuk egy veszélyes utcán mész végig, és van menet félelem. Ez egy teljesen egészséges folyamat, nagyon egészséges, hogy éppen itt van benned a félelem, és mondjuk nem vagy nagyon, nem tudom, magabiztos és lelkes és ordítva így mész végig az egész utcán, amikor közben, nem tudom, Camptonben vagy, és mondjuk ilyen banda háborúk vannak körülötted. Vagy éppen, hogyha mondjuk ezt még nagyon-nagyon sokszor lehet hallani, és ez egy inspiráló történetnek számít, hogy úristen, én minden reggel boldogan kelek fel, és minden reggel jó kedvem van, és a szenvedélyemnek élek, és
csak így kipattan a szemem, és fölkelek az ágyból, és hogy mennyire fantasztikus az életem, ez is, azt mondom, hogyha van ilyen, akinek ez megy, az tök szuper, de hogy ezt ne tekintsük példának szerintem, mert ha tegyük fel neked, most mondok egy nagyon tiszteletlen példát, hogyha valaki, valamilyen közeli hozzátartozód meghalt, akkor ne csodálkozz azon, hogyha mondjuk felkelsz, akkor nincs jó kedved. Sőt, az lenne a fura, az lenne a rossz, hogyha mondjuk, nem is, az nem jó kifejezés, hogy rossz, de az lenne a furcsa, és mondjuk a szokatlan, vagy a maladaptív, hogy használjuk ezt a tudományos kifejezést, hogyha te boldogan ébrednél fel, az milyen fura lenne, nem? Tehát, hogy képzeld el, hogy mondjuk szerelmes vagy a feleségedben, és mondjuk elválik tőled, egyik pillanatról a másikra, vagy megtudod, hogy megcsalt, és másnap reggel ugyanúgy így ébredsz fel. Tehát így kipattan a szemed, és boldog vagy, és hogy minden megy tovább. Tehát nyilván, hogyha történnek veled események, akkor ezek hatnak rád valamilyen úton, módon. Tehát így azt javaslom neked, hogy ne csak magában az adott tulajdonságot néz, hanem azt is, hogy ez hogyan illeszkedik bele egy környezetbe. Hogy ez milyen helyzetben lehet jó, milyen helyzetben lehet nem hasznos. Most mondok egy példát, például nekem sokszor szokták mondani barátaim, egy-kettő barátom főleg, hogy túl gondolok dolgokat, tehát hogy túl sokat gondolkodok. Ami lehet, hogy egy bizonyos helyzetben mondjuk adaptív, tehát mondjuk, hogyha mondjuk ott vagyok egy szórakozó helyen, és mondjuk egy lány azt akarja, hogy csókoljam meg, akkor nem azon kéne gondolkodni, hogy ez mi, hova vezet, és mit fog jelenteni az ő számára, és ez mit fog jelenteni az én számúra, és ezután mi lesz ennek a következménye. Ha viszont mondjuk ott vagyok, hogy egy marketing tervet építek fel, vagy éppen egy könyvet írok, akkor nagyon-nagyon fontos az, hogy megfelelően alaposan átgondoljam a különböző dolgokat. Tehát az egyik helyzetben ugyanaz a tulajdonság, hogy sokat gondolkodik valaki hasznos, a másikban pedig nem annyira hasznos. Úgyhogy, ha találsz magadban valamit, amit nem szeretsz, vagy nem fogadsz el, akkor javaslom, hogy gondold át, hogy van esetleg olyan helyzet, amikor ez neked hasznos lehet, vagy amikor ez téged szolgálhat pozitív módon. A következő időben találkozunk.